estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Folyamatosan zajlik a munka itt a Várkörút és a Távirta közötti területen, és ez azt jelenti, hogy még idén elkészülhet Székesfehérvár első parkolóháza. A munkagépek folyamatosan dolgoznak, eddig a földmunkákkal készültek el a Várkörút és a Távirta közötti területen. Egyelőre egy hatalmas gödör tátong az egykori parkoló helyén, de hamarosan itt épül meg Székesfehérvár első parkolóháza. Most vagyunk túl a nehezebb részén, a visszaenítésen és az alapozási részén. Körülbelül 2 hét múlva kész van már a földmunka rész, és elindulunk a végre az érdemű részével, az építkezés részével, amit már nagyon-nagyon várunk. Elindul a szerkezetépítés. A szerkezetépítés körülbelül novemberig fog tartani. Közben párhuzamosan kezdődik a villanyszerelés, liftek behelyezése, hő- és füstelvezetési rendszerek kiépítése, és szeretnénk az teljes beruházással december közepére meglenni. Az autósokat, a forgalmat miként befolyásolja majd az építkezés, ha befolyásolja? Hát most ugye, mint a belvárosban valósul meg, ezért próbálunk arra figyelni, hogy a lehető legkevésbé zavarjuk a teherautóinkkal, illetve a munkagépeinkkel a forgalmat. Hát most mi is látjuk, hogy a parkolás kicsit nehezebben működik itt a Távirda utcában. Amennyire tudunk, igyekszünk vele, és próbálunk minél visszaadni a teljes parkolás lehetőséget a városnak. A tervek szerint ez jövő év tavasza, de ne szaladjunk ennyire előre. A projekt előkészítése 2015-ben kezdődött. 2015-ben kezdtük el előkészíteni ezt a projektet, ami ma 19-ben el tudott indulni. Átvettük az előző tulajtól a területet, akinek akkor már meg kellett volna, hogy építse ezt a projektet. Maga a terület se volt igazából alkalmas a parkolóház megépítésére, de talán a szándék is némileg hiányzott, úgyhogy újra kellett gombolni az egész projektet, át kellett alakítani hozzá gyakorlatilag ezt a területet, hogy alkalmas legyen valóban parkolóház funkcióra, ellentétben azokkal a korábbi liftes és hasonló megoldásokkal, amik nem igazából tettek volna lehetővé lakossági használatra parkolóházat. Még egy társasháznál nem probléma egy ilyen liftes autóparkoló, ahol óránként néhány autót kell kibe állítani. Itt, ahol egyszerre akár 40-50-60 autót is mozgatni kellett volna, ez nem lett volna működőképes. Úgyhogy újra terveztük az épületet, kellett egy sor telekalakítási eljárás, egy sor olyan jogi munkarész, ami sajnos évekig tartott, míg lefutott és kialakult az épületforma, az a telek, ami már alkalmas volt a parkolóház megépítésére. Sok-sok szolgalmi jogot, közművet, öröklött jogokat kellett a területtől letisztítani, ahhoz, hogy úgymond üres területtel indulhassunk neki a beruházásnak. Ez is évekig tartott, mind ahogy egy olyan szobor levétele is a szomszédos épület faláról, amiről talán a legtöbb Fehérvár nem is tudta, hogy létezik, hiszen egy fa eltakarta. A beruházás jövő év elejére várható, hogy átadásra kerül, évvégéig tartanak az építési munkálatok. Az alapkövet csütörtökön délelőtt helyezték el a földben, ezután kezdődhet az építkezés. A 4500 négyzetméteres épület 4 szintes lesz. Egy olyan egymásba mászó rámparendszer lesz az épületben, be körforgásba lehet föl és le a szintek között közlekedni. Ez remélhetőleg egy jóval gyorsabb föl- és lejutást fog eredményezni bármilyen más megoldásnál, amit korábban szóba került. Helyet kap benne egy eltöltő is. Egy teljesen automatizált beléptető rendszer engedi majd az autósokat a parkolóházba, ahol kamerák figyelik majd a területet. Ez egy 135 beállóhelyes, autóbeállóhelyes parkolóház, plusz 6 darab motorkerékpárnak ad majd helyet. 4 szintes, mínusz 1 szint, és plusz 3 pedig a földszintől felfele. A gyalogos forgalom az lifttel történik az egyik oldalon.
két bejárata lesz, az egyik a Várkörút felől, a másik pedig a Távirda utca felől lehet megközelíteni. Egy teljesen automatizált beléptető rendszer lehet bejutni az épületbe, egy kamerás megfigyelő rendszer segíti az autóknak a későbbi ellenőrzését és esetleges parkolását is. A parkolóház egy komfortosabb, kényelmesebb parkolások biztosítani a lakosoknak, hiszen egy nyáron fedett, tűzőnaptól védett terület alatt parkolhatnak, télen pedig se a jégesőtől, se a hótól nem kell tartani, hiszen ez egy alapvetően egy fedett épület lesz a legfelső szintet leszámítva. Ráadásul parkolási bírságtól se kell senkinek tartani, hiszen pontosan annyit fog mindenki fizetni, amennyit bent tartózkodott az épületben, tehát az utcai parkoláshoz képest mindenképp vannak előnyei egy ilyen jellegű parkolásnak. Az épület a városképbe is illeszkedik majd. Főépítész koncepció volt, hogy burkolatok legyenek elhelyezve az épületen, szerint fog megépülni. Nagy üvegportál lesz a Távirda utca felől, a Várkörúti homlokzata pedig egy teljesen burkolt homlokzat lesz, össze fog épülni a mellettünk levő földhivatallal és irodaházzal. Ez lesz a város első parkolóháza, de a jövőben megindulhat egy másik építkezés is a Palotai úton. Előbbi magánberuházás utóbbi önkormányzati forrásból valósulhat meg. Egy nagyon fontos beruházást jelent, hiszen nagyon-nagyon régóta vártuk már arra, hogy az első parkolóház megépüljön, amit azért bízunk benne, hogy pár még követni fog a tág értelembe vett belvárosban, de akár más sűrűn látogatott városrészekben is és helyeken is. Ráadásul itt szerintem egy nagyon korszerű, modern módon valósul ez meg, hiszen mély garázssal kombinált parkolóház, tehát lefele is és felfele is lesz majd parkolási lehetőség. Nagyon nagy öröm, fontos, hogy ez egy magánberuházásban megvalósuló, gyakorlatilag vállalkozás. Ez egyrészt azt is jelenti, hogy ezek a vállalkozások bíznak Székesfehérvár további fejlődésében, erősödésében, növekedésében, hiszen azért ez egy komoly beruházás, hosszú megtérüléssel, ilyet akkor kezd el egy vállalkozás, hogyha bízik abban, hogy ez egy megtérülő fejlesztés lesz. Másodszorban azért is fontos, hiszen a közlekedés számára kiemelt kérdés, hogy hova tudjuk elhelyezni a gépjárműveket. Itt azért ez mindegy 150 gépjármű elhelyezésére lesz lehetőség. Azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon fontos, de én azért is fontosnak tekintem, hiszen alapvetően egy üres telek, egy hosszú évtizedek óta üresen álló telek beépítése történik meg. Én úgy gondolom, hogy ez városképileg is fontos, és fontos azért is, hiszen egyrészt közlekedési problémákra ad választ, másodszorban pedig környezetvédelmi, klímavédelmi beruházásnak is nyugodtan minősülhet, hiszen egyrészt a közterületekről részben be tudunk vinni ezáltal gépjárműveket egy belső épületbe, másodszorban pedig ezen belül túl az akadálymentesítésen, a lift adta lehetőségeken, a mozgássérült parkolókon, már a kifejezetten korszerűnek számító elektromos autó parkolási és töltési lehetőséget is biztosítják a parkolóházon belül. Ez pedig azt gondolom, hogy egy nagyon modern formája, és ami nagyon fontos, klímavédelmi, zaj, légszennyezettség védelmi és csökkentési szempontból is kiemelkedően fontos kérdés. Úgyhogy magunk nagyon nagy örömmel vettük, hogy elindult ez a beruházást. Az önkormányzat próbálta részben adminisztrációs, részben pénzügyi támogatással is ezt segíteni, de alapvetően ez egy magánberuházás, magánvállalkozás. Még egyszer köszönet a beruházóknak, és hát kívánunk jó munkát, környéken élőknek egy kis türelmet, megértést, de talán nem is annyira hosszú ez a beruházás, hiszen év végére várhatóan az építőipari része, az építészeti része elkészül, és valamikor az engedélyeztetést követően jövő tavasszal már használható lesz. Biztos vagyok benne, hogy a fehérváriak is előszeretettel fogják használni, de azok a turisták is, akik ide érkeznek a belváros mellett, egy jó, korszerű parkolási lehetőséget kapnak ezzel. Székesfehérvár milyen lépéseket tesz még annak érdekében, hogy a parkolási problémák megszűnhessenek, illetve csökkens? Mi folyamatosan építjük a felszíni parkolókat, ahol lehet zöld parkoló kialakítással, és minden esetben betartva azt a törvény előírást, hogy ami meghatározza, hogy kell fát ültetni a parkolókhoz. Kapcsolódóan több mint 1000 parkolóhelyet építettünk viszonylag rövid időn belül a Városgondnokságon keresztül. Készülnek kifejezetten nagy parkolási felületek olyan helyeken, ahol a közlekedés ezt indokolja, ilyen például mondjuk a vasútállomás környéke, illetve egy önkormányzati
beruházásban megvalósuló parkolóházról is be tudunk számolni, hiszen a Palotai úton két ütemben fog tudni megvalósulni több mint 500 autó befogadására alkalmas parkolóház. Ennek az első üteme, ami mindegy nagyjából 330 körüli parkolóhelyet fog jelenteni, ott már a tervezés megkezdődött, idén az engedélyeztetés is, és bízunk benne, hogy jövő évben el lehet kezdeni ott is a kivitelezési munkákat. Hozzátéve, hogy még ennél is nagyobb arányú viszont a gépjárműszám bővülés, tehát biztos, hogy a következő években ezen gondolkodni kell, ugyanúgy, mint az alternatív közlekedési eszközök segítésében, legyen az a kerékpáros közlekedés, legyen az az autóbusszal történő közösségi közlekedés, és hát természetesen a gyalogos közlekedés is, de úgy gondolom, hogy ez az a módja a parkolásnak, ami valóban korszerű, és ami felszabadít közterületeket más fontos célok megvalósítására is, tehát az egész parkolási rendszert is érdemes majd így ennek formájában áttekinteni. A polgármester hozzátette, még ennél is nagyobb arányban növekszik a városban az autók száma, emiatt elengedhetetlenek az ilyen jellegű fejlesztések. Emellett az alternatív közlekedési eszközök segítését is feladatként kezeli az önkormányzat. Nagyjából egy héttel ezelőtt döntött a közgyűlés közel 14 km kerékpárút kerékpársáv megépítéséről, jóval több, mint 1 milliárd forint összértékben. Ezt Európai Uniós forrásból tudjuk megvalósítani egy pályázat keretében. Pályázat címkézett forrás tartalmaz a város számára, tehát biztos, hogy el fogjuk nyerni ezt a lehetőséget, és akkor a tervezéssel, kivitelezéssel el tudjuk ezt a programot indítani. Ugye ehhez kapcsolódik majd, vagy inkább azt mondom, hogy ezek az utak kapcsolódnak majd a nagy állami beruházásként megvalósuló Budapest-Balaton kerékpárútnak, ami ugye átszeli Székesfehérvárt, egy igazi nagy kerékpárút gyűjtőútként fog funkcionálni, és az a terv, hogy erre kötjük rá az egyes kerékpársávokat, kerékpárutakat, hogy minél nagyobb legyen az a terület, ami hálózati jelleggel elérhető kerékpárral. A másik elem, amit kiemelnék, az biztos az elektromos autózás, ami ugyan nyilván a parkolási nehézségeket nem oldja meg, közlekednek is, viszont hát nyilván jóval csendesebbek, és a légszennyezettségük pedig nyilván összesen hasonlítható a hagyományos autóikkal. Azt gondolom, hogy ez környezetvédelmi, klímavédelmi szempontból fontos. Az autóbusz közlekedésnél pedig ennek egy kicsit a kombinációja jelenhet meg, hiszen ott nagy örömmel hallottuk azt, hogy az állam ki fog írni mindegy 3000 darab elektromos korszerű autóbusz beszerzésre vonatkozó pályázatot. Bízunk benne, hogy ez az önkormányzatok számára lehetőséget fogadni. Mi mindenképpen szeretnénk ezen a pályázaton elindulni, és elektromos buszra cserélni a flottánk nagy részét, vagy viszonylag belátható időben belül talán az egészet is. Illetve talán amit érdemes átgondolni, hiszen most értékelni fogjuk az áprilisi tapasztalatokat, hiszen áprilisban egy kedvezményes buszbérletet adtunk a teljes áru bérlet vonatkozásában, mi szeretnénk ennek a tapasztalatait is értékelni a következő hetekben, hónapokban, illetve áttekinteni, hogy akár a diákbérletek tekintetében milyen további kedvezményekben érdemes gondolkodni, annak érdekében, hogy esetleg olyanokat, akik ma autóznak, azokat rá tudjunk arra venni, hogy egy jobb szolgáltatási színvonallal olcsóbb, jóval olcsóbban elérhető autóbusz közlekedést vegyenek igénybe. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!